kedves vásárba igyekvő, siető, kedves felnőttek, kedves gyerekek, sok-sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Szentpéteri Óvoda udvarán. Hát napok óta hangos az óvoda udvara, ennek egyik oka a csodálatos jó idő, a másik oka pedig a Mihály napi vására való lázas készülődés. A készülődésnek már vége van. A mai délután, ma, Szent Mihály másnapján, pedig szeretnénk, ha velünk tartanának, és elmennénk együtt közösen egy vásári forgatagba, ahol mindenki jól érezné magát, és élményekkel térhetne haza. Szeretném elmondani, hogy fogadják elsőként is nagy-nagy szeretettel a nagy csoportosok vásári játékát, majd ezután kérjük a kedves szülőket, hogy kísérjék el gyermekeiket a kisvásárba, ahol gesztenyéért minden kapható, minden vásárolható. Ha már minden elfogyott, akkor pedig sütemény, kávé és üdítő vár azokra, akik örülök, hogy megjöttél, és csak várnak ott téged. És legvégül pedig nyit a felnőtt vásár, ott is minden eladó. Oda is várunk mindenkit sok-sok szeretettel. Én mindenkinek kellemes délutánt kívánok, érezzék jól magukat, és nagyon szépen köszönjük a segítőink és a támogatóinknak a jó indulatát, segítségét, jó szándékát. Köszönöm szépen! Apa, anya, bácsik, nénik, tessék, tessék mind bejönni, jöjjön, aki minket szeret, foglaljanak nálunk helyet. Kalapunkat félrevágjuk, mondókánkat megcifrázzuk, egyet mondok, az is elég, éljen, éljen a sok vendég. Voltam tőledben, és csak!
Kifizetett a gazda? Sok pénzt kaptam ám? Hú, hát ezt éppen jókor hoztad, kedves férjem uram, mert nagy nap van ám ma. Tudod milyen? Mi? Mihály napi vásár van ma. Azért vagy ilyen csinos? Azért, igen, kicsinosítottam magamat. A házat kitakarítottam, mostan főztem. A gyerekek is otthon vannak. Vagy, hol vannak a gyerekek? Gyerekek, itt vannak a gyerekek. Hol vannak a gyerekek? Itt vannak, eljöttek a vásárba. Ők is. Te mi hallunk? Mit hallunk? No! 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 Hát gyertek majd a legények! Ide elég sorakozzatok! No! Aztán mit hallunk? Hát a lányok veletek csúfolódnak! No, hogy halljuk? Fiú! Fiú! Lukas a csizmátok! Lányok! Lányok! Tejfölös a szátok! Mit ér az a pörge kalap, ha a legény csak egy falap? Mit ér az a rancsos csoknya, ha a kislány tippet topa? Piros papucs a lágy alatt, jaj, de régen nem láttalak! Örök halak, fakanár, többet hozzám ne szóljál! Aki minden kenceret, egye meg az egeret! Apró hagyma, pityóka, ismét megvolt egy nóta! Hogy Szent Mihály napján az óvoda udvarán vásárlészen. Kinek ingósága, kinek pénze, készítse a vásár megtekintésére. Nézzétek, kisfiaim! Itt vagyunk a vásárba! Nézzük csak meg, mi mindent árulnak itt! Hú, roskadoznak a polcok! Hát maguk itt mit árulnak? Alma. Halljuk csak! Bocsú, az alma itt van halomba! Aki veszi meg és eszi, olcsó az alma! Alma, alma, piros alma, szöle! Piros alma! Bum! Én bizony csak annak adok, aki kitalálja, mit árulok. Volt hátán volt, tűl benne sose volt. Mi az? Káposzta. Káposzta. Akkor megkapjuk, ha kitaláltuk. Megkapjuk. Köszönjük, köszönjük. Viszünk egy almát is. Viszontlátásra, kedves árusok. Viszontlátásra. No, Júlcsa, hát hogy kicsinosítottad magadat. Jó napot, János. Hol jártatok? A vásárba. Megyám már Mihály napi vásár megnyílott. Menjenek, csak nézzenek körül maguk is. Na, megyünk is. Menjenek. Isten áldja, Júlcsa. Gyertek csak, gyertek, drága gyerekeim, menjünk! Nálam van a jó kis pézes bugyellár is! Elköltjük, ami benne van! Csí, a jégom át, mennyi mindent árulnak ebbe a vásárba! Anyátok azt mondta, túró nélkül haza ne menjünk, mert hátra köti a sarkomat, azt meg aztán igazán nem szeretném! No, itt mehettük a sas túrós, és egy ellen igen jó! Na, vegyünk túrót? Igen! Vegyünk, édesfiam! Na, akkor kérünk túrót! Nem eladó, nem eladó, csak a vásárra való! Ha nem mondjon már ilyet! Hána adjon egy kis csészényivel! Na, köszönöm szépen! Hát tudja, köl nekem, mert az én nőnek ilyen nagyra, mert hogy is van? Túrót ettem! Buliszkát ezért nőttem ekkorát! Látszik is rajtuk! Na, mehetünk, köszönjük szépen, az Isten áldja, kedvesem, az Isten áldja! Jó napot, bátyám uram, maguk már végeztek a vásárra! Ó, szűkösre szokták a
Ugye Lari somba található. Mi is megyünk vásáron, elköltjük a sok pénzünket. Megyünk jó mézes kalácsot, megkeresik a pereceset. De nézzétek csak, ott lógnak, de micsoda szépek. Veszünk is belőle. Friss kalácsot vegyenek, egy rajcárek, két rajcárek, már is megkapja kegyet. Ha a fiúk nem szeretnék, a lányoknak vegyék meg. Ha leánykájuk nincsen, saját maga egye meg. Hát néném, azt mondja, én fiaim nagyon szeretik a mézeset, melyiket vegyük meg? Hát nézd, ó, ez a szép nagy szívet, jó? Pereccet vegyenek, frissek, még melegek, ropogósak, sósak, szépen mosolygósak. Egy rajcár az ára, jó lesz uzsonnára. Öt falás, ha jut meg mind rád. Szeretitek, fiaim, a pereccet? Veszünk egyet, micsoda. Sós, tessék, fogd meg. Gyerekek, szeretik a perece, sósa, sósa, jó ropogósa, aki veszi, annak lesz, aki nem veszélyes lesz. Viszont látásra! Jó, bátyám uram! Jaj, gyerekek, láttatok már ilyen nagy bajusz ember? Hét határba sincsen, ennek biztos hét kaszával kaszálják a szakállát, meg a bajuszát. De úgy látom, csak bajusza maradt. No, merre járt a kedvé? Hát a vásárba voltuk, a Mihály napi vásárba. Annyi minden van, érdemes jó, maguknak jó, is oda menni, néném. Mi is oda készülünk, ugye jó. Gyerekeim? Na gyere, jányom meg, édesfiam, gyertek, mert apád meghagyta nekem, hogy gatyamadzag, nékül haza ne menjünk. Aztán még neked meg gombod arra gyönyörű kis kabátkádra. Gyertek, igyekezzünk, igyekezzünk. Hűha minden itt, csizma, cipő, papucs. Asszonyok, asszonyok, asszonyok. Gatyamadzag, pöndölmadzag, vékony madzag, vastag madzag, széles madzag, keskeny madzag, fehér madzag, sárga madzag, nem dicsérem, jól megmérem, tessék kérni. Úgy gyere, édesfiam, melyikből is vegyünk ebből, talán ebből a fehér szélesből? Hát ez nem csak neked lesz jó, hanem idősapádnak is. No gyere, ezt vegyük meg. Mennyi írodjon, ok? Kettő. Két rajcár. Jó van, olcsón adja. Vigyük. Hát itt meg. Gombot vegyenek. Két rajcár az ára. Ékes, kékes, mind a fáva. Ilyet szép leány tűz magára. Két rajcár az ára. Gombot vegyenek. No, édesanyám, menjél, válaszál a legszebbiket! Válaszál a öcsédnek is egyet, annak meg a atyájára. Jó lesz. No, jól van. Ezt a gombot, ha akarnám, kabátomra felvarhatnám. Na, tegyétek a kosárkába. Aztán köszönjük, minden jót kívánunk, adjál az összes gombot, meg a gatyamadzagot, jó? Na gyere, édesfiam! Nida, ott meg az én uram! Na, hát nem is tudta, hogy én eljöttem a vásárba. Köszönjük, jó van, nem baj, siessünk gyorsan! De ezek fiaim, most kell meg tudom. Nem vagyunk-e holmi asszonyok, mit szél irányosan? Itt a kalap, gyerek kalap, fogd erősen, mert elszalad! Kicsit zsíros, kicsit kajlad, de a füled eltakarja! Na, akkor... Rúzsi, ha nem bírja a lapot, vegyen fel egy kalapot! Nem bírjátok, feltesszük. Tudjat itt. Na, férjünk, szépek vagytok. És nekünk ennyi elég is volt a vásár, mert nem vásárolunk sokat. Jó napot, néném asszony! Hagyjon Isten, hol jártak? A vásár kalapot vettünk a fiúk. De csinosak lettek! Nagyon, mi is oda készülünk, mert kilukadt a cipőjem, muszáj neki cipőt venni, bár az én uram nem sok minden pénzt hagyott otthon. Hát, biztos sokat csavargott ez a gyerek, hát, azért lyukad a cipőjem. Nem tudom, de muszáj lesz valami után nézni. Hát viszont látásra. Viszont látásra. Ó, oda nézzetek, mennyi minden van itt.
Húha, hol lehetnek a cipők? Itt a papucs bőr, a sarka nem kopik el, ha nem hordja. Hát szép, szép, csak nekünk cipő kellene. Ez a cipő eladó, ilyen nincs többet se. Lehet benne kutyagolni, gyalog Budapestre. Ha a talpa elkopik, a talpadon járhat. Nagyon olcsón megkaphatod, jó vásárt csinálhat. Hát ez tényleg nagyon szép. Na nézzük meg! Rubika, jó lesz neked? Hát egy kicsit még nagy, de majd csak belenőtt. Hát köszönjük szépen! Akkor Jákob. Jákob, hat fia, mint a hat kismaria. Simi, Samu, Samuel, Dini, Dani, Daniel. Köszönjük szépen a viszontlátásra! Húha, ez aztán jó sokáig jó lesz jaj, neked. Kitömjük majd a lábamat itt a vásárba. Hát ez mi féle szerzet itt? Javas asszony vagy, jó asszony vagy, mi a csuda? Itt az okos bölcs papagáj, kiúzza a szerencséjét, és mindenki megtudhatja a jövőjét. Glória csodálatos papagáj, az Indiában felnőtt csodamadár, aki a jövendőben áll, tessék, tessék. No, gyerekeim, jósoltassunk-e magunknak? Hát, ha valami jót jósulnak. Nekem meg, nektek. No, halljuk azt a jóslatot. Ezért a lányért hamarosan egy nagy fiú, és az oltár elé vezeti. Ha nem mondjon már ilyet, ha nem látja, hogy ez egy gyerek. Aj, még hogy az oltár elé vezeti. Ilyet, hát ezeknek még játszani kell. Gyerekek, gyertek játszani! Na, ez már más beszéd. Na, gyertek, legények! Maradjatok, leányok! Inkább játszunk! Maradjunk, leányok! Gyertek, legények, ide mindnyájan, ahányan csak hagytok! Anyai, akartam! Édes lányom! Talán arra! Nem a legények közé! Jössz játszani! Nem! Thank you.
nagy estét, ütött vége a játszadozásnak. Vége már a mindennek, mert hogy? Emberek, itt az este, pakoljunk össze! Vége adás, nincs maradás, aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, annak nem lesz! No, asszonyok, no, gyertek, mert azt mondják, vége adás! Yeah.